Sziasztok, Pivi vagyok, üdvözlök újra a csatornámon. Most egy hormonkezeléssel kapcsolatos videót hozok el nektek. Rengetegen írtatok TikTokon is, illetve Instagramon is, így a hormonkezeléssel kapcsolatban, úgyhogy gondoltam, hozok nektek erről egy videót. Igazából tudom azt, hogy a nézőim nagy része nem transznemű, de azok, akik nem transzneműek, azoknak szerintem ez jó ilyen kis edukációs videó lesz. Aki meg transznemű, annak meg el tudom mondani a tapasztalataimat, szóval annyival előrébb is vagytok. Ha endokrinológus vagy, vagy orvos, lehet, hogy fogni fogod a fejed, de próbálom a legjobb tudásom szerint elmondani, próbálok nem hülyeségeket beszélni. De kezdjük is az alapoknál, ugye a női hormon az az ösztrogén, a férfi hormon meg a tesztoszteron. Én több mint 5 éve szedek ösztrogént, és életem végéig szednem is kell. Én tabletta formájában szedem az ösztrogént, de ez elvileg amúgy nem jó a májadnak, szóval lassan szerintem lehet okosabb lenne áttérnem a gérre, csak azt még így nem tudom, hogy az mennyire hatásos. Egyébként, hogyha közben magyarázok, letörött a... nem bemutatok, de hogyha negatív kommentelő vagy, akkor de... betörött a körmöm, szóval most ezt a zsepivel oldottam meg, mert elfogyott a septapasz, szóval, ja, és szerintem tök vagány ez a kis prém. Lényegtelen, térjünk vissza a hormonokra. Egy hét után kezdtem elszedni a hormonokat, szóval tesztoszteron blokkolót nem kellett szednem, hogyha műtét előtt kezded a hormonokat, akkor kell szedned, úgy tudom, nem vagyok benne biztos szerint. Vissza az elejére, mert már most egy picit össze-vissza beszélek. Az egésznek a folyamata az úgy kezdődik, hogy el kell menned egy endokrinológushoz, ahol jó alaposan megvizsgálnak, hogy nincs-e, nem vagy hajlamos trombózisra, illetve azt hiszem talán vérrögre, ez már lehet, hogy nem, de a trombózis az tuti. És hogyha megvan minden vizsgálat, és az endokrinológus azt mondja, hogy szedhetsz hormonokat, akkor elkezdi neked felírni. Simán, hogyha bemész a gyógyszertárban, nem fognak neked adni hormonokat, se férfit, se nőit, semmilyet. Szóval ez csak is endokrinológus által felírva tudjátok beszerezni, és mindenképpen nagyon fontos előtte a vizsgálat, mert hogyha mondjuk hajlamos vagy rá, akkor is szerintem van rá valamilyen megoldás, de mondjuk ebben sem vagyok biztos, de szerintem kell lennie. Fontos tudni, hogy a hormonok nem csak fizikálisan változtatnak rajtad, hanem mind mentálisan, mind érzelmileg, tehát pszichésen. Téveszme egyébként, hogy a hormon az csak így kívülről változtat, nem igazából. Most nem mondom azt, hogy teljesen más ember vagyok tőle, mert az értékrendem az ugyanaz, de másképp reagálok dolgokra, mint azelőtt. De ebbe is belemegyek, mert rá szeretnék térni arra, hogy a külsőmön hogy változtatott, illetve a belsőmön. Fokozatosan kell elkezdeni a hormonkezelést. Az orvos majd mond egy ajánlatot, hogy mi lenne megfelelő számomra, mint napi adag. Én napi 1 tablettával kezdtem, de konkrétan nekem az első pár nap az annyira durva volt, hogy átaludtam körülbelül az egész napot, nagyon ingerlékeny voltam, nagyon gyengének éreztem magam, és tényleg így szerintem, így pszichésen, meg lelkileg, meg mentálisan szerintem már az első pár napban lehet érezni a változást, külső változást csak pár hónappal, illetve évvel a hormonkezeléstől számítva lehet észrevenni. Maximum annyit lehetett a fizikális változásban észrevenni, hogy tényleg, hogy nem voltam annyira teherbíró, sokkal többet ettem, és szerintem nagyon gyenge voltam, szóval szerintem 2 bevásárlószatot nem bírtam volna el, úgyhogy tényleg nem játék. Ezt a fajtát, amit én szedek, ezt klimaxoló nőknek is felszokták írni, mivel ugye, ahogy már belépnek a klimax korba, és hát a változó korba, akkor kezd kiürülni a szervezetükből az ösztrogén, és ezért ezt így lehet pótolni, mert így alakul ki a szőrösödés, illetve társai, ezt a részét már nem tudom, csak azt tudom, amit az orvos mondott nekem, és emlékszem rá 5 évvel ezelőttről, szóval igen.
Hál' Istennek nekem a családom ezt is nagyon jól tudta kezelni, illetve a barátaim is, de én a hormonkezelés elején a legtöbbet a családommal voltam, mert akkor Olaszországban éltem, és tényleg a szüleim is mindig mondták, hogyha mondjuk így elkezdtem hisztériázni, vagy idegbeteg voltam, hogy jó, csak a hormonok beszélnek belőle. A dolgokon el tudtam magam sírni, hogy mondjuk ráejtettem a lábamra, már azelőtt, nem tudom, maximum káromkodtam volna egyet, de hogyha elsírtam magam, aztán az olyan volt, mint hogyha durva túlzással meghalt volna valaki, úgy kb. Ordibálva zakogtam, mert annyira ilyen tényleg érzékeny voltam, és nyilván ezt nem azt mondom, hogy ezzel a nők ilyenek, hogy ha ilyen történik, akkor ennyire sírnak, hanem egy hormonális változás zajlott le a szervezetemben, és ez igazából ezért volt. De igazából, ha megnéztek egy terhes nőt, vagy tényleg egy klimaxoló nőt, ugyanaz a, és hát nem ugyanaz, de hogy hormonális változás zajlik végre a szervezetében, szóval ezért érzékenyebbek, ingerlékenyebbek, és társai. Pár hónap szedés után, és hát pár hónap hormonkezelés után én észrevettem saját magamon, hogy sokkal puhább és bársonyosabb lett a bőröm. Tényleg a mai napig én nem nagyon szoktam használni például testápolót, de akárki így hozzáér a bőröm, az mindig azt mondja, hogy olyan puha, mint egy babáé. Tudom, hogy mennyire vettétek észre, de én kiskoromban egyébként tejfölszőke voltam, ezáltal jól nyilván most bevarrásodott, hogy ilyen sötét szőke lett a saját hajam, a fodrászom szerint egy 8-as szőke, szóval természetes szőke vagyok félig meddig. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mivel világosabb a szőrzetem, ezáltal párhuzamosan kevesebb is, és hál' Istennek, én soha nem voltam az a szőrös típus, de a szőrzetem is nem tűnt el, mert voltam lézeres szőrtelenítésen is, de látványosan csökkent, és lassabban is nőtt, és sokkal ritkábban, így olyan volt, mint hogy kb. Kihullott volna így ilyen foltokban, szóval hál' Istennek. Izomcsökkenés, nem tudom, hogy ezt így fogalmaz, vagy így mondják, de hogy én tényleg így azt vettem észre, hogy kevésbé voltam izmos, mint előtte, illetve mondjuk jó, járok most is konditerembe, de valahogy teljesen máshogy néz ki az izmom, mint az előtt. Valahogy sokkal nőiesebben vagyok izmos, mint előtte, mivel nyilván előtte tesztoszteron termelt a szervezetem, meg egyébként szerintem mindenkinek a szervezetében van minden, nem tudom, hogy mindkettőt termeli szerintem a tesztoszteront, illetve az ösztrogént egyaránt, de nyilván a mennyisége nem mindegy. A következő, ami szerintem nagyon látványos, és az mind a testemen, illetve az arcomon is, hogy a zsír, nevezzük mondjuk zsírvándorlásnak, lehet, hogy van ilyen fogalom, de ezt most így összeraktam, hogy valahogy a zsír olyan részekre megy át, ahol a nők zsírosabbak talán, vagy nem tudom, hogy mondjam, tényleg. Lehet, hogy most pára meg fognak lepődni, de nem vagyok orvos, tehát így a lehető legjobb tudásom szerint próbálom elmondani. De például az arcon is szerintem a zsír az, ami változtatja az arcot, mivel a csontot nem tudja változtatni, és tényleg én az arcon is észrevettem, hogy teljesen más lett egyébként. Igazából a képeken is szerintem észrevenni, a két kép között egy év telt el. Az első képen a műtét napján, szóval, hogy a műtét napján reggel lefotóztam magam, és rá egy évre ugyanabban a poszban megint. Itt nem történt semmi beavatkozás az arcomon, úgyhogy szerintem elég látványos. Nyilván utána azért, mint látjátok, azért lett pár, de szerintem beavatkozás nélkül is nem elég egészen nőies lett az arcom, főleg amilyen előtte volt. Ezek a változások egyébként tényleg nem egyik napról a másikra történnek, szóval ha most kezded a hormonkezelést, vagy hormonkezelés előtt állsz, vagy mondjuk már elkezdted pár hete, légy türelmes, mert én még tényleg így most is látok egyébként változásokat, szóval hogy mondjuk szerintem tavalyról is tök sokat változtam, és nem feltétlenül annyi kezelésem nem volt, szóval, hogy max a számba ment egy picit, de valahogy mégis más, és ez ugye egy folyamatosan egyébként változtat,
néztem erről videókat, volt olyan, akinek még 7 év után is volt változása, szóval tapasztalt magán változást, szóval tényleg szerintem ez meghatározó része az átalakulásnak, és hallottam már olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy ő nem szeret a hormonkezelés, de szerintem egyébként mindenképpen kell. Fontos elmondanom, egyébként a mell is nő tőle, sokkal nagyobb mellem lett, mert hogy tényleg sokkal nagyobb, mint amit csináltattam. És sok barátnőm kérdezte már, meg sok lány ismerősöm, hogy ezt akkor ő is szeteti, és akkor őnek is nő a melle, és ilyennel is próbálkozzatok endokrinológus vizsgálata nélkül, biztos, hogy ő is tud valamit felírni, abban is biztos vagyok, hogy nem ezt írná fel, mert szerintem, hogyha ezt klimaxoló nőknek is adják, ez sokkal erősebb hormon, mint mondjuk, amit neked, akinek rendben van a hormon háztartása, szednie kéne, szóval ezzel ne is próbálkozzatok. A saját érdeketekben. Bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor lehet, hogy csinálnék erről az egészről egy part 2-t. Nekem így hirtelen ennyi jutott eszembe. Tényleg igazából csak ajánlani tudom annak, aki ebben a helyzetben van, hogy mindenképpen, mert tényleg olvastam talán, vagy lehet, hogy hallottam valahol, hogy volt olyan, aki nem is szed, meg abba hagyta, vagy nem tudom. Ne, ez egy fontos része annak, hogy saját bőrödben érezd magad, mert igen, teljesen más a hormonháztartása egy férfinak és egy nőnek. És amit tökre szeretem, hogy TikTokon, meg most talán az előtti YouTube videómon állírta valaki, hogy XY kromoszómád van, nem hiszem, vagy amúgy még én sem tudom, hogy melyik, tök mindegy. Nem. És hát amúgy nem voltam kromoszóma vizsgálaton, szóval amúgy nem tudhatjuk, mert nem minden kromoszóma rendellenességnek van tünete. De, hogyha vesznek tőlem egy hormonnal kapcsolatos vérvételt, igen, női a hormonháztartásom, szóval egyáltalán nem érdekel, hogyha a kromoszómám nem olyan, a személyi számom 2-essel kezdődik, mert ugye a férfiaké 1-essel. Női nemi szerben van, az útlevelemben, a személyben nő szerepel, női nevem van, és az, hogy a kromoszóma számom talán nem az, mert ezt te sem tudhatod. Én elfogadom azt, hogy a múltam nem az, de ne tagadjuk már le a tényeket. Mert én beismerem, hogy az lehet, hogy pont nem egyezik, de minden más egyezik. Úgyhogy... szerintem ez a videó talán ennyi volt, de tényleg, hogyha bármiféle kérdésetek van, azt írjátok meg. Nagyon szívesen csinálok erről, hogyha kell egy part 2-t. Köszönöm szépen, hogyha végignézted ezt a videót, remélem tetszett és hasznos volt, és talán valamit hozzáadhattam a tudásodhoz. Kövessetek be Instagramon és TikTokon is, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!